Egy padlásról került elő ez az ezeréves éves kard baranyában. Egy hímes házi lakos lomtalanítás közben akad rá a két fegyverre, amit egyébként még korábban egy lomissal cserélt el. A Janusz Panónius Múzeum régészeti osztályához került a lelet, ami baranyában egyedülálló, de a Dunántúlon is ritka kincsnek számít. Tavaly március áprilisba Kezdődött el ez a folyamat, hogy vele fel tudtuk venni a kapcsolatot, és hát azóta a tárgyon több minden vizsgálat történt, így például az eredetiségére vonatkozó különböző labortechnikai vizsgálatoknak is alávetettük, illetve egy általános restaurálási folyamatnak is. A kard ezüstel volt lefújva, gittel volt lekenve a belseje, amiket mind el kellett távolítani a vizsgálatok és a restaurálás előtt. Ezután a fegyverről bebizonyosodott, hogy a 10. század második felében, vagy a 11. század első felében készítették. Számos elmélet létezik, hogy ezek a kardok, ezek hogyan kerültek be, esetleg a magyarok hozták magukkal a kárpát medencéről kívülről egy részüket, vagy pedig más népcsoportok, akár skandináv, akár európai kard, kultúrának a származékai, akár helyi, másolatok, helyi készítmények, vagy akár Szent István királyunk állam tevékenysége kapcsán megjelen nyugati haderőknek a tárgyi emlékeiről van szó a házán talált kard mellett még számos más lelettel is foglalkoznak a múzeum munkatársai. Többek között törökkori leletek kerültek elő az M6-os autópálya hamarosan megépülő új szakaszának területéről. Ezeket és a restaurálási folyamatot is bemutatjuk Pécsi Kör című műsorunkban.